az a tény, hogy az opera műfaja 400 éves, az nagyon sokakban azt a képzetet kelti, hogy ez egyszer s mindegy picit régi, picit poros, nem a ma emberének szóló műfaj, és ez nagyon nem igaz. Az opera egyszerűen egy zenés színház, egy komplex élmény, ahol a műnek a vizuális, a szöveges és a zenei mondani valója egybeforr. Az opera mindig szeretett volna közérthető lenni, sokkal inkább, mint a klasszikus zene többi ága, hiszen elég komoly részben színház is. Én azt gondolom, hogy a ma emberének egy korszerű jó rendezésben egy örök minőségű zene az ugyanolyan nagy élményt tud adni, mint ahogy tudott adni 200 vagy akár 400 éve egy Monteverdi Orfeo. Tehát a Rómeó és Júlia, a Faust és a többi hasonló történet olyan minőségű zenével, mint Mozart, Verdi, vagy Puccini, vagy Bartók zenie, ezek örök üzenetek és örök élmények. Arra kell figyelni, hogy amikor tálaljuk ezeket az élményeket, akkor ne is próbáljuk meg múzeumba vezetni a hallgatót, ne próbáljuk meg elhitetni, hogy mi akkor vagyunk hitelesek, meg eredetiek, hogyha pontosan úgy adjuk elő ezeket az operákat, ahogy azt 200-300 évvel ezelőtt az akkori környezetben, az akkori ízlésnek megfelelően elővezették. Hogyha merünk ehhez értően és hitelesen és okkal hozzányúlni, akkor valószínűleg egy olyan hozzáadott értéket teszünk ezekhez az opuszokhoz, amelyek minden ember számára, minden érző ember számára komoly élményt adnak.